Köszöntöm Önöket! Kulturális magazin műsorunkban a Folk Kocsma és a Szent Korona délutánok kapják a főszerepet. A Folk Kocsmában a bolgár népzene és hagyományok kapták a főszerepet múlt pénteken a Kóskároly Művelődési Házban. Nem először járt Budakalászon a nagy sikerű Martenica táncegyüttes, akik a bolgár népzene, a bolgár táncok megismertetését tűzték ki célul több mint 3 évtizeddel ezelőtt. A Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár népszerű sorozatában, a Folk Kocsmában legutóbb múlt pénteken ismerkedhetett meg a fülbe mászó dallamokkal az érdeklődő közönség. Mi bolgár táncokat táncolunk, ilyet alapvetően táncegyüttesről van szó, amelyiknek van saját zenekara, a táncosokból alakult zenekar, így szoktunk táncházat csinálni. Tulajdonképpen úgy fog kinézni a program, hogy előveszünk olyan táncokat, amiket adott esetben nem kell tanítani, azzal kicsit bemelegítünk, és aztán azok a táncok, amik viszont igénylik a tanítást, azt a mi táncosaink vezetése mellett megtanulják. És mennyire igénylik? A tánc tanítást? Hát ha nem megy, akkor muszáj tanítani. Ugye igazán az lenne jó, hogyha neki be tudna kapcsolódni a táncokba menet közben. Ugye van egy táncazas közönség, akik rendszeresen járnak táncazakba, számukra ezek azért ismertek táncok. Itt most is vannak néhányan olyanok, akik már ismerik ezeket a táncokat, de a fele mindig olyan, aki még most barátkozik ezzel a dologgal. A táncházas közösség az egy nagyjából egy néhány évtized, de majd hogy nem ugyanazokból áll. Mindig jönnek fiatalok, akik ugye maradnak egy darab. Vannak nagyon régi táncházasok, akik 20-30-40 éve járnak táncházba. Ők a szokásos hetenkénti táncházakban rendszeresen részt vesznek. Elsősorban Budapestről van szó. A kolóniákhoz tartozó, tehát a szerb, bolgár, görög, horvát kolóniához tartozók közül azok, akik táncegyüttesebben táncolnak, ebből is nagyon sok van itt Budapest környékén. Ők is azért megfordulnak ezekben a táncházakban. Ők ugye ismerik ezeket a táncokat, innen van utánpótlás mindig, de valójában azért az a bázis, amelyik a már a szokásos táncházakat látogatókból adódik. Magát a lépést meg lehet tanítani, de a stílushoz sok idő kell. Úgyhogy mi most egy picit úgy is készültünk, hogy hoztunk filmet, tehát majd a szünetekben lesz vetítés, és az autentikus felvételeket le fogjuk játszani. Ez alapján lehet barátkozni magával a stílussal. Ugye nem mindenki ugyanolyan alapképzettséggel rendelkezik. Van, akiknek sokkal jobb ügyességük van, vagy nagyobb készségük van ritmusérzékben, fizikailag más adottságok az emberek. Másképp tanulnak más gyorsasággal. Van, aki nagyon gyorsan tanul, de eljut egy szintig, és azok tovább már nem lép. Vannak, akik nagyon lassan tanulnak, viszont hosszú idő alatt sokkal stílusabban el tudják táncolni a dolgokat. Ez egy nagyon bonyolult dolog. Ugye ezért nem is egyszerű táncházat vezetni, mert a sokféle ember számára kell megfelelő szórakozást biztosítani. Itt azért a Kolász környékén, hogy a délszláv helyi közösségből jönnek, ugye vannak azok az együttesek, akik amúgy itt rendszeresen próbálnak itt is, Csobánkán, tehát azért Szentendre környékéről, tehát jönnek azok, akik igénylik ezt a szórakozási lehetőséget. Én nagyon sokszor azon múlik, hogy éppen a héten hány buli van, vagy a táncegyüttesek próbáik van, vagy fellépés a hétvégén, hogy ez esetleges. Van egy 4 órás program, amire most ugye igény volt. Tehát 4 órát azt nagyon nehéz kitölteni úgy, hogy ne legyen unalmas. Tehát ezért itt most egy 25-30 tánc fog előfordulni, azért az nagyon sok. Úgyhogy lesz benne ismétlés is, és hát igyekszünk úgy felépíteni a programokat, a bizonyos blokkokat, hogy legyen benne könnyebb, egyszerűbb tánc, lassabb tánc, amit fizikailag nem olyan nehéz kivitelezni, legyenek benne gyorsak ezek, vagy egymáshoz milyen módon kapcsolódnak. Egy nagyon kemény táncblokkot nyilván lassabban vissza kell fogni a tempót. Úgyhogy ez az egyik része, a másik része az, hogy a zenés legyen valamelyes színes. Ugye énekes lányok vannak velünk, akik énekelnek hárman, ők azért nem minden számban énekelnek, van olyan tánc, amihez nem tartozik ének. Ugye ezt is figyelembe kell venni. Hát gyakorlatilag erről van szó. A táncház korosztálya milyen? Ugye nagyon-nagyon széles ugye a spektrum, tehát ahogy mondtam, vannak olyan, akik 70 éves korukban is járnak még táncházba, és megszokták, megszerették. Ugye itt egy olyan közösségről van szó, akik számára egy életforma, tehát ez az egyik része, így mondom, akik nagyon régiek, és akkor van a másik rész, akik különböző nemzetiségi táncegyüttesekben táncolnak, és számukra ez egy buli lehetőség. Eljönnek fiatalok, és akkor ők közösen
picikét a nem olyan kötött formában, mint amit egy táncegyüttes jelent, lehet szórakozni, beszélgetni. Ha valaki igazán fogékony erre a dologra, tehát ez a zene, meg ez a ritmika, ez elvarázsolja, vagy nyitott ebbe a fa iránt, akkor azért alkalmanként is el lehet ezzel tölteni néhány órát, de akik igazán ezt, hogy szívből, szerelemmel csinálják, azok számára ez tényleg egy életforma. Tehát én magam is így kezdtem, nagyon jól emlékszem, hogy ez hogy volt, vártuk mindig azokat a táncházakat heti rendszerességgel, tudtuk, hogy melyik táncház milyen, a görög, a délszláv, a bolgár táncházakba vándoroltunk, nagyjából ugyanaz a közösség jött, ment, csak néhányan voltak önök, akik ragaszkodtak valamelyik kimondottan a görögöz, vagy a kimondottan a délszláv, vagy kimondottan a bolgárhoz. Van egy nagy átjárás itt a kultúrák között. Az egykori és a jelenlegi tagoknak is fontos a balkán népzene megismertetése a kultúra iránt érdeklődőkkel. Budakalászon legutóbb 22 féle táncot tanulhattak a résztvevők. Bolgártáncot 3 éve kezdtem el tanulni. A párom bolgár, és az ő barátjának a párja az egyik tanárnőm, a másik tanárnőm pedig itt táncol, és az ő buzdításukra kezdtem el táncolni, és ez egy szerelem számomra. Azóta rendszeresen járok. A ritmus világa az, ami magával ragadott. Köztudott, hogy 500 évig uralkodtak a törökök a bolgárokon, és a bolgár kultúra, legyen az a gasztronómia, a művészetek, vagy a zene, vagy bármi más, magán hordozza a különböző népek hatásait, behatásait. És ez megmutatkozik a zenei életben is. Egy nagyon jó közösség alakul ki, akár a táncházakon, vagy akár az órákon. Én olyan órákra járok, ahol bolgárokkal együtt táncolok, és ez egy nagyon érdekes dolog. Mit tapasztaltál a kultúrájukban? Mik a személyes tapasztalataid? Amit a táncon keresztül megtapasztaltam és láttam is Várnában, volt szerencsém többször táncolni a helybéliekkel, az igazi bolgárokkal idézőjelben, nagyon nagy a nemzeti öntudatú. Nekem nagyon tetszik, hogy a bolgár zászlóval táncolnak egy óriási horóban, a főtéren. Akikkel az órára járok együtt, ők is itt vannak. Elhívtam egy barátnőmet, aki most kóstolgat bele a bolgár táncba. Korábban együtt táncoltunk, hastáncoltunk, szalszáztunk. Úgyhogy nem áll messze tőlem a táncvilága. Én nekem ez a feltöltődés, ez a szerelem. Minden hónapban visszatérő program a Folk Kocsma a Faluházban, ami egy éve színesíti a művelődési ház kínálatát. Ma az új évet úgy kezdjük, hogy a Martinica együttest, ők táncegyüttes is és zenekar is, őket hívtuk meg elsőként. Tulajdonképpen az azért történt, mert tavaly ők nyáron készen is felléptek itt, és azt láttuk, hogy a Folkocsma keretében ők egy nagyon nagy sikert arattak, és ez nekünk nagyon fontos, hogy azokat a zenekarokat ismét újra és újra meghívjuk, akiket látjuk, hogy itt tényleg a közönség Budapestről és Pest megyéből mindenhonnan értük idejön, és ezen a táncházon részt vesz. Én úgy veszem észre, hogy a mi vendégeink nagyon komolyan veszik ezt, mert sokan úgy jönnek el ide, hogy előtte még soha nem táncoltak az életükbe, és eljönnek és azt mondják, hogy igenis, most egy bolgár táncot meg szeretném tanulni. És a mai nap is az, hogy a zenekar tagjai közül is vannak, akik tulajdonképpen ők táncosok is, és bevállalják azt, hogy amikor zenélés közben, amelyik éppen zenészre nincs szükség, az lemegy a színpadról, és igenis mutatja itt az embereknek ezeket a bolgár lépéseket, ami hasonló, mint a szerb táncok, de én szerintem, akinek egy egészen icipici kis érzéki van a tánchoz, ezt nagyon könnyen meg tudja tanulni. A Folkocsma az egy olyan sorozat, ezt mint már tavaly is már megéltük, hogy minden hónapban egyszer rendezzük meg. Tavaly a nagy siker után gondoltuk, hogy ezekben a szépben természetesen tovább kell csinálni, mert hogy ilyen, ez egy olyan, már egy ilyen muszáj ebben a házban. Tehát itt ez már úgy kialakította magát, ez az egész táncház, meg a közönség várja már, hívogatnak minket, hogy mikor lesz a következő Folkocsma, és ennek mi nagyon örülünk. És éppen ezért gondoltuk, hogy ebben az évben is ugyanúgy megy tovább, mint eddig ez zajlott, és ez hasonló, mint az apró tánc, ami most éppen a bolgár táncház előtt volt. Ez egy ugyanolyan táncház, amit már egy szokott, egy bejáratott műsor, amire az emberek várnak, és ezt bármikor megrendezzük, az biztos, hogy egy siker. Van elég sok visszatérő, de ez jellegzetesen megfigyeltük, hogy ez például a bolgár, vagy egy délszláv, vagy egy görög, mert ez a hasonló táncok, hasonló a zene,
ott látjuk a visszatérő embereket. Viszont amikor már egy egészen más táncházat, mint tavaly például csináltunk egy cigány táncházat, ott már viszont teljesen más közönség volt. Tehát ott se igazából a cigányok voltak, de ott már egy egészen más publikum jelent meg. Hát lassan el tudom mondani azt, hogy februárban az Akropolis együttes lesz újra a görög zenével. Ők ugyanilyen zenekar hasonló, mint a Martenyi Zöld, tehát nagyon nagy sikerrel, bármikor meghívhatjuk őket, egy garancia, hogy itt nekünk ezek a zenekarok, a sikerünk van. Tehát februárban Akropolis és görög táncház. Márciusban rendezünk egy magyar táncát, amit itt a házban állunk, a Lenvirág Tánc Együttes tagjai támogatásával együtt csinálunk, és áprilisban lesz egy újabb sváb, az viszont vörösvári zenekar fog játszani, jön fiatalok, és jön egy tánccsoport, a Schiller Gimnázium tagjai, és ők fogják majd itt a tánctanítást tartani. Februárban is lesz tánc, akkor egy újabb kultúra, egy újabb nemzetiség táncai kerülnek előtérbe Budakalászon. Farsang és böjt, középkori játékok, római vagy rumén, ezek voltak a középpontban a Szent Korona délutánokon, múlt szombaton a Kóskároly Művelődési Házban. A magyar történelem fontos eseményei, jelenetei mellett a nemzethez tartozó szakrális örökségre is odafigyelnek a Szent Korona délutánok szervezői. Legutóbb a Faluházban január 26-án hallgathattak három szakembertől előadást a jelenlévők. Gyakorlatilag így a Farsang környékén, én legalábbis abból a Farsangból és a Nagybőjtől tartok előadást, ezt mondjuk egy órában nehéz megcsinálni, de azért mégis megpróbálom. Ugye a Fidány Csaba az elmondta, gondolom, hogy ő a középkori játékokkal foglalkozik, és a Szász Péter is egyébként vallási témával fog érkezni. Ott nem csak vallási, hanem az, hogy római vagy rumén, tehát a magyarok elrománosítása című előadása lesz, ami szerintem izgalmas téma. Ezek kisebb rendezvények, tehát ami most van, meg a Szent Korona délutánok mindig azért vannak ebben a kis teremben, kivéve április 27-et, amikor a gránap van, akkor nagy termesek vagyunk, mert akkor meg tudjuk 250 emberrel tölteni a nagy termet. De egyébként, hogyha jól emlékszem, a következő alkalom az február 23, a következő utána március 23, tehát így jött ki, és májusban is lesz, de az 25, hogyha jól emlékszem rá. Tehát ezekre szeretettel várunk mindenkit. Erre tulajdonképpen a farsang időszak az valahol egy ilyen halál időszakot jelent bizonyos szempontból, de bizonyos szempontból egy lakodalmak is vannak. Tehát olyan, mint hogyha az ember menekülne a halál elől, de utána már jön a nagybőjt, ezért vannak az állarcok gyakorlatilag, hogy el tudjanak rejtőzni. De közben meg ugye nagyon sokat esznek is, egy kicsit nagyon hasonló a halotti torhoz egyébként, és annak nagyon régi hagyománya van, hogy ilyenkor ugye az élelemmel az életet lehet továbbvinni. És ez meg arról fog szólni, hogy valóban ugye ilyenkor ugye a fonóban gyakorlatilag megtalálják egymást társait, és ilyenkor van házok sekkötés idő, mert ugye Hamvazó Szerdától tart egészen, ugye, illetve Vízkereszttől tart január 6-ától Hamvazó Szerdáig. Ugye ez, a Hamvazó Szerd az mozgó, mert az a húsvéttől függ, hogy mikor van maga a nagy bőt, sőt, még utána is a torkos csütörtökön, akkor még a maradékot megeszik, ami van, és hát ez egy ilyen nagyon fura állapot, a farsangi állapot egyébként. Főleg a farsang farka az, ami lényeges, ugye az utolsó, tehát vasárnap hétfőked, és akkor Hamvazó Szerda, akkor van igazából mulatság. Sőt, hogy ez nagyon ősi ünnep lehet, az embernek az életigenléséről szól. És azért is vannak ilyenkor a lakodalmak, tehát a házasságok is ekkor kötetnek meg, és párra is ilyenkor találnak. Tehát ez egy nagyon fura, mindent összefoglaló hát ilyen ünnepkör, és hát ilyenkor egy kicsit tényleg megbolondulnak az emberek, van is ilyen középkori leírás, hogy csak addig, amíg nem hamvazzák meg, addig teljesen olyanok, mint hogyha nem lennének eszüknél az emberek. De az tény, hogy itt a Felvidéktől kezdve egy csomó helyen ott dőrejárás van, tehát gyakorlatilag itt valahol olyan, mint amikor
Mert ugye a nagybőjt már, az tulajdonképpen a halál időszaka, és utána ugye egy konszurrációba, egy közös föltámadásba föltámadunk a megváltóval. Tehát ez egy előtte való, ez olyan, mint a személyes létben is, hogy amikor megérzi az ember a halálát. Az igazság az, hogy sajnos nem annyira érik meg az emberek, pedig ez egy a mi eleink, és nem csak a miénk egyébként, hanem tőlünk nyugatabbra is, azért valahogy jobban benne éltek a Isten közelébe. Tehát, és ez lelkileg teszi kevesebbé az embereket. Amúgy megmondom őszintén, a farsangot én nem annyira szeretem, pontosan ezért, mert ez a megbolondult világ van benne, de van benne régen egy ilyen közösség összetartó is erő is volt, mert olyan házakról házakra mentek, és akkor úgy is hívták őket, hogy remélők, és akkor kaptak ajándékot, ételt, meg egyéb mást, és gyakorlatilag ugyanakkor meg közösség összetartó erő is. Tehát ez egy nagyon nehéz, mert most nincsenek közösségek, tehát itt ez a nagy probléma. Tehát itt maximum a mai időszakban bálokat tartanak, esetleg fölvesznek maszkokat, de már nem tudják, hogy miért veszik fel a maszkot, tehát ilyen hát nem, tehát a szakrális szempontokat elhagyta már az ember, és nem tulajdonképpen a mindennapokba ér, tehát nem, nincs megemelkedettség a lelkében. Ugye a vízkereszttel indul, január 6-ával indul maga a farsangi időszak, amit én egyébként amúgy nem szeretek, de azért mégiscsak az élet benne van valahol nagyon mélyen, tehát én azért tartom nagyon nagy bajnak, hogy az emberek nem élik meg sem a nagybőjtöt, sem a farsangot, mert az igazság az, hogy a lélek tulajdonképpen vándorol az időben, és tulajdonképpen azért van a nagybőjti időszak is, hogy az ember arra az utolsó pillanatra készül föl, amit a Kunternő nagyon szépen mond, hogy az utolsó átváltozás, hogy a szegény már meghalt, hogy az ember, amikor eljut oda, hogy a lélek kilép a testből, akkor ugye valójában az elküldőkép másra ragyog benne, vagy sem. És ezek filozófikus időszakok, mind a farsang, mind pedig a nagybőjti időszak. Ugye a farsang az kezdődik vízkereszttel, és befejeződik hamvazó szerdával, de a hamvazó szerda az mozgó, mert hozzá van hát rakva magához a húsvéthez, és a húsvétnak ugye gyakorlatilag két olyan időpontja van, ami tólig lehet, ez a tavaszi napi egyenlőséget követő első volt, utáni első vasárnap. Ugye ez bekövetkezhet március 22-én, és legkésőbb április 25-én következik be. Tehát ezért mozog az ünnep. Tehát most egyébként hamvazó szerda az egészen hosszú időszakra lesz, tehát messzire lesz a farsangi időszak, tehát hogy hosszabb lesz, mint szokott lenni. Tehát mondom, ez attól függ, hogy hova esik maga a húsvétnek az ünnepe. És ugye itt elemezni szokták úgy is, hogy a karnevále, ugye a hús elhagyása, vagy ugye a német szóból is eredeztetik, ugye, hogy a farsang onnét eredne. Én ezt nem hiszem, hogy így van egyébként, hogy bármelyik, mert a karnevál az még talán, de hogy a farsangra az a jellemző egyébként, hogy nálunk, ami nagyon fontos, az a farsang farka. Azok az utolsó három, és én érzem is benne, hogy ez inkább mint a német szóból származna, hanem ugye ez gyakorlatilag vasárnap, hétfő, kedd, és akkor van a hamvazó szerda, tehát húshagyó kedd és a hamvazó szerda. Tehát ebben a három napban van igazából az, amikor egyfolytában táncolnak különben. Ez olyan, mint egy kicsit olyan, mint a haláltánc. Egyébként a farsang, én azért nem szeretem, mert egy kicsit megbolondul a világ. Hát a középkori adatok is vannak róla, hogy csak akkor térnek eszükhöz a keresztények, amikor már hamuval megszórják őket, ugye ez a hamvazó szerdának a napja, mert addig szinte egy ilyen tobzódás van. És ugye ez olyan dolog, hogy itt valahol az élet találkozik össze egyébként, mert azt tud, jön a nagybőjt, az olyan, mint amikor az ember tudja, hogy meg fog halni. És a halál elől ugye a maszkok azok segítenek, hogy elrejtőzzen az ember, tehát
nem is véletlen ez, hogy ilyenkor vannak a maszkok, tehát most mit tudom, a Busótól kezdve, meg az összes többi eseménnyel kapcsolatban, ami, mert van ilyen felvidéken például, hogy dőre járás, tehát hogy tényleg megbolondulnak, meg különböző ilyen címeket adnak egymásnak, tehát bíró, meg stb. De ugyanakkor érdekes módon, meg nagyon, nagyon fontos az élelem. Ebben az időszakban ez a remélők, ahogy körbe mennek, mert ezt is külön így hívták, hogy remélők, hogy körbe mentek, egyébként kerülés olyan, mint amikor határt kerülnek egyébként húsvétkor, körbe mennek a házakhoz, és akkor kapnak különböző ételeket, tehát ilyen, hogy szalonna, meg minden ilyesmi, ami később majd jól jön a fonóba, mert a fonó, általában a fonóból csinálnak ivót, ami ben maga a ünnepség folyik, mert egyébként az utolsó három napban, ugye vasárnap, hétfő és húsvagyoked, egyfolytában táncolnak. Egyfolytában táncolnak, mint a haláltánc különben, teljesen alig mennek haza aludni. Tehát ez egy, és amúgy meg ugyanakkor, hogy az élelem ilyen fontos, tehát olyan, mint a halotti tor, azt kell, hogy mondjam. Még a mi nyelvünk az nagyon szépen is tükrözi, hogy az élelem az gyakorlatilag az életet elemet jelenti az ember számára. A farsangi hagyományok mellett a vallás és a középkori játékok témaként jelentek meg a tavaszt váró januári összejövetelen. A mai napon fölöttébb érdekes témáról fogok beszélni, testedzés és játék a középkori Magyarországon. Nyilván a középkorban nem lehet mereven elválasztani a testedzést, modern szóval sportokat, a játékot és a vadászatot. Mivel a vadászat az egy külön témát képvisel, ezért a mai napon a középkori játékokról, testedzésekről lesz szó. A középkorban nem vált el éresen a gyerekkor és a felnőttkor, a felnőttek is játszanak. A középkorban nem volt norma, nem volt teljesítménymutató, a középkorban nem úgy tekintettek az időre, hogy pénz. A középkori ember valószínűleg jobban élte meg, vagy jobban élte át azokat a dolgokat, amiket csinált. Nyilván nem éltem a középkorban, tehát nem állíthatom, de azt gondolom. A Pannoniai Filmstúdióval forgatunk erről filmet, már elkezdtük a forgatást, és az egyik rész a vadászatról szól, a másik pedig pontosan a játékról és a testedzésről a középkori Magyarországon. Egészségesen ettek, egészségesen és eleget mozogtak, nyilván akkor is voltak gyengébbek és erősebbek, betegesebbek és egészségesebbek, de férfiak igazi férfiak, nők igazi nők voltak. Mikor és hol lesz majd látható ez a film, ami most készül? Egyrészt megjelenik DVD-n, hogy hol, mikor adják le, azt egyelőre én nem tudom. Úgy tervezzük, hogy április közepére, április végére készül majd el a két film. Római vagy rumén? Erre a kérdésre kereste a választ előadásában Szász Péter történész. Az évszázados kérdésre talán egyszer válasz születik majd, történelmi tévhitek és elferdítések nélkül. Az 1940. december 1-én van Gyulafehérváron, még akkor ugye ez a nemzeti gárdista állam volt, vagy nemzeti legionárius állam, és itt Horia Simával, a Vasgárda akkori vezetőjével, Antonescu, Gyulafehérváron megemlékezik a 22 évvel ezelőtti nagy román nemzetgyűlésre sírva, hogy ezen a gyászos esztendőben Erdély felét elrabolták tőlünk, és kilátható ugye Kodreánu mellett ezen a vasgárdista kereszten, Hórea Kloska Krizsán és Avram Jankó a tetején. Csak annyit erről, hogy a Vasgárda az nem volt magyar ellenes, mert sajnos a magyar nemzeti oldalon is föltörtek ilyen hangok, de hát ez egy hatalmas nagy tévedés. Képen pedig ugye Rab Mihály, ugye a Rab névvel, most senkit nem akarok megbántani, akinek ez a családneve, ez nem a Rab János, aki most a bukaresti érsek, akinek kikaparták a nevét, és 44-ben legalábbis Magyarországon nem létező golyóstollal Székelyudvarhelyt beírták románul a nevét a születési anyakönyvbe, az Eklézsiában. Ő Rab Mihály, aki az első nem külföldi püspöke volt Jászvásárhelynek. És ő kitalálta ekkor 40-ben, amikor ezek a problémák voltak, álljon meg a menet, a csángók, azok tulajdonképpen elszékelyesített
nem is, hogy elmagyarosított, még ezt hozták bele egy ilyen fordulatként. Most már a székelyekről is kitalálták, hogy ők is tulajdonképpen mesterségesen elmagyarosítottak, tehát ott provokálnak Csíkszeredába, december 1-én oda mennek, és akkor a pópa ott beszél, hogy ti nem mongolok vagytok, meg mit akartok, hát nézzétek meg, ugye ti is magyarok vagytok, csak elvesztettétek a vallásotok, vagy bocsánat, a dákok, a harcos hős dákok leszármazottai vagyok, ilyen provokációk vannak Székelyföldön. Hát ezt kérem szépen nem egy vérgőzös pópa találta ki, akiről a viccet írták, ugye, hogy meghal a részeges székely autóbuszvezető sofőr és a román pópa, és akkor a román pópa az a tisztítóhelyre kerül, ugye Szent Péter oda küldi, és a részeges székely sofőr góbélyhez meg megy a mennybe, és akkor kérdezik, hát ez hogy történhetett. Hát figyelj, amíg ő vezetett, addig mindenki reklamál, ugye, addig mindenki imádkozott, amíg te prédikáltak, mindenki aludt. Na, de hát tehát ő nem ez a román pópa volt, vagy itt Csíkszeredán parádézik, hogy ti ilyen elmagyarosított dákok vagytok, hanem Rab Mihály, ő is szabófalvi születésű csángó magyar volt, Jászvásárnak az első úgymond csángó püspöke volt, és ő elkezdte ezt az ideológiát nyomatni 1940-ben, és ő volt az, aki egyébként Magyarországon halt meg 1944-ben, amikor jött a Vörös Hadsereg, akkor menekülőre fogta a szemináriumával együtt, és gyorsan akartam mondani, talán Vaskohon, a Bihari hegységben, Belényesben, nyilván román többségű település, de Belényesen hal. De lehet, hogy nem Belényes, bocsánat, igaz, az nem. Az lett a Csonka román Bihar megyének 40 után a közigazgatási központja, és Nagyvárad Magyarországhoz visszatért. Tehát nem, tehát az akkor közigazgatások Romániában halt meg, de úgymond az akkori román-magyar határon Belényesen. Tehát ő kezdte el ezt a románosítási programot a csángok körében. És hogy hiába itt, hogy Jászvásárhelyen lehet egyszer egy magyar misezen, 2017-ben Dumitriu Martinosnak a 120. évfordulóján a születésnek, ugye 1897-ben született, a szeminárium és a székesegyház előtt egy szobrot avattak. Itt látható ugye Petru Gergel, azaz Gergely Péter, és hát a segédpüspöke ugye, a Aurel Perka, ugye Perka Aurel, mögötte ugye a román tudatú csángók, és fölavatják Martinásnak a szobrát, aki 79-ben elhunyt, ugye 1897-ben született professzor volt a Jászvásárhelyi Egyetemen. Nem tudom, hogy neki volt-e ilyen vasgárda bekötés, hogy az Antonescu rezsimben, de ez egy külön kutatást érdemel, hogy ez szerintem nem ilyen novum volt, mert a Magyarországon is, aki a moldvai csángók elrománosításával foglalkoznak, általában az ő nevét hozzák föl. Ami látható, hogy már az első csángó magyar püspök is, akit teljesen ezben a románosított tudatban volt, ő kezdte el hirdetni, hogy ők elmagyarosított román véreink a csángók. És fölavatták ezt a szobrát, mondom, másfél éve. Tehát nem változott semmi attól, hogy megy ez a, mondjam itt, parasztvakítás, most, hogy engedélyezik a csángó misét. És ő volt az, aki a Securitate segítségével angolul is megjelentette, hogy a csángóknak az eredete című könyvet. Tehát ez egy másik nagyon fontos, hogy a románok rögtön külföldi nyelven is, nagy nyelveken, francia, angolul megjelentetik a propaganda műveit. Erdéllyel kapcsolatban, tákoromán kontinuitás, de a csángokkal, ilyen látszólag marginális kérdéssel kapcsolatban is. És neki a szobrát a szeminárium előtt a jövendő Jászvásárhelyi egyházmegyei, moldvai egyházmegyei kispapoknak útmutatásul felavatták, és van egy erről a Mártonfi Demeterről, most magyarosan mondjam, elnevezett egyesület, ami a csángok elrománosítását akarja. Ő közd a különböző Kriza János Egyesület és a többi a moldvai magyarokat mentő egyesülettel. Sőt, ők már oda merészkedtek, hogy a mai Vasgárda leszármazottaival vagy Székelyudvarhelyt, vagy Csíkszeredába tartottak konferenciát, és ott már nagyobb falatot harapván már a székelyekről is írogattak, meg előadást konferenciáztak, hogy ők is tulajdonképpen elmagyarosított, elveszett véreink. Tehát tudni kell, hogy hányadán állunk, ebből látszik. Tehát ebből mind látható, hogy a románok nagyon tudatosan csinálják a nemzetépítésüket és a magyarságnak is az elveszejtését.
résen kell lennünk, és ezért ez a Csíksomlyói egy esemény nagyon fontos lesz, hogy a pápa látogatáskor magyar többség legyen ott, Csíksomlyón. Jaj, bocsánat, még előtte azért egy zárásként, mert időm végezetére értem. Hogy idézzem a Biharország fővárosának, Nagyváradnak a korabeli püspökét, gróf Széchenyi Miklóst, aki a magyar püspökkar gyűlésére gyűlvén 1921. február 10-én így panaszkodott. Mély fájdalommal tapasztalom a Szentszédnek engedékeny politikáját a Magyarország testéből részesedett új államokkal szemben. Magyarország ezer éves katolikus múltjával mit sem törődve egymás után olyan intézkedéseket tesz a Szentszék, amelyek az új államok erősödését szolgálják. Ami pedig Erdélyt illeti, nem a latin katolikusokat védik, hanem a román államot és a románokat. Mert futnak az unió illúziója után. Itt az ideje, hogy a magyar püspöki kar többé nem hódolhat a letompított hangján a fiúi tiszteletnek, hanem nyílt és sértett önérzettel kell, hogy beszéljen a Szentszékkel, és figyelmeztesse eddigi politikájának veszedelmeire. Ezen felül javaslom, hogy semmiféle egyházmegyei új rendezésbe ne menjünk bele. Tartsuk fent minden egyházmegyénket, bármilyen kicsi is lesz. Természetesen Csernok János megpróbált mindent megtenni, nem véletlenül áll a sírján az a felirat, most parafrazálom, nem pontosan idézem, hogy amit életében megtartani nem tudott, azt halálában imádkozza vissza. Ő nem ment bele semmilyen felvidéki rendezésében az esztergomi egyházmegyének, nem ismerte el. És az, hogy új püspököket, az ő szufragiánus püspökeit, tehát Nyitrában, Besztercebányára, és gyorsan akartam mondani, mert Rozsnyói Szepes az... Nem, bocsánat, mert nem, Kassa és az Eger alá tartozott, Szmerecsányi püspök alá, és hogy elhalt Párvi püspök, hogy a szepesi püspököt is újat neveztek ki, hiszen Vojtassák, vagy hogy hívták, és ez ellen határozottan tiltakozott, hogy ő ezt, mint az ő szufragiánusét, ő nem ismeri el, mert a püspökeit elüldözték, akaratuk ellenére a Szentszék elfogadta az ő megfosztásokat az egyházmegyéről, és új embereket neveztek ki Nyitrába is, Szepesbe is, és Besztercebányára is. Rozsnyóra meg direkt nem, mert az akkor még magyar többségű volt, azért, hogy elhaljon a rozsnyói püspökség. Hát Kassán ugye ott maradt Fischer Korbi Ákos, de elüldözték a görög katolikusokat is, és oda is szlovákokat neveztek ki. Nemhogy ruszinokat, hanem olyanokat, akik a ruszinokat is elszlovákosítani akarják. Ezt gyakorlatilag ma már tényként kell kezelnünk. Tehát a ruszinok úgy elvesztek ott, jobban, mint egyébként ma Kárpát alján, mint ahogy a csángók. És hát én azt mondom, hogy csatlakozva gróf Széchenyi Miklós püspökhöz, hogy valóban ebben ki kell tartanunk, és küzdenünk kell, és azért meg kell mutatnunk, hogy a legtöbb katolikus ma is még a mai Románia területén magyar, hogy ez legyen a legnagyobb eseménye a pápa látogatásnak, mert ha jól tudom, Jászvásárhelyre elmegy, de nem tart szentmisét ott a pápa. Tehát meg kell mutatnunk, hogy itt lengeni kell a tömérlek magyar zászlónak, a magyar imának, meg kell mutatni, hogy mi folyt itt, és mi folyik itt, és ébredjen fel a Szentszék ebből az illúzióból, amire már ugye Széchenyi püspök is figyelmeztetett, hogy ez egy illúzió, nem fognak az ortodoxok katolizálni, sőt az a végső cél, hogy mindenki még a latinrítust is elveszítse, és román legyen, ortodoxizáljon, és ebből nem fognak egy jottányit se engedni, hogyha nekik fontos a katolicizmus, az Romániában csak a magyarság lehet annak a megtartója, és nyilván az apostoli Szentszéknek ez a fontos, és hát ezért én kérem a Csíksomlyói Szűzanyát, hogy imádja érettünk szentséges fiát, hogy ő adjon erőt és küldje el a malasztot, hogy meg tudjunk maradni magyarnak és katolikusnak Erdély országban is, és Magyarország az ő országa, az ő igazi virágos kertje testében is föltámadjon, lerázza a Trianonnak a lelki és fizikai bilincseit is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a türelmüket is. E
Ez volt már a Kultúrcseppek, adásunk végén ezúttal is programajánlóval búcsúzom. Február 5-én nosztalgiára hív a filmklub mindenkit, aki érdeklődik a régi filmek után, hiszen 17 óra 30 perctől a Lilium Fit vetítik majd a Faluházban. Menjenek el, hogyha nosztalgiázni szeretnének. Találkozzunk egy hét múlva, akkor is várom Önöket friss kulturális eseményekkel. Itt a TV Budakalász műsorán. Minden jót, viszontlátásra!